Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Menea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Dombóváriak a nagyvilágban. Ezúttal New York volt fókuszban. Sporthorgászat. Pap József világbajnok. Szent János Bogár tábor. Lelki töltődés a fiataloknak. Gyöngyfűző tábor. Szép és növeli a memóriás képességeket. A Művelődési Ház közkedvelt előadás sorozatának legutóbbi vendége Stettner Eleonóra volt. Ezúttal New Yorkról hallhattak egy igazán sajátos beszámolót az érdeklődők. Dr. Stettner Eleonóra egyetemi docens immár harmadszorra volt a Dombóváriak a nagyvilágban utazása sorozat előadója, aki ezúttal New Yorkba invitálta az érdeklődőket. A több évtizedig Dombóváron tanító és most is a városban élő pedagógus 2003-ban került a Kaposvári Egyetemre, onnan ment nyugdíjba, de továbbra is oktat. New Yorkba egy személyes kapcsolat által és egyetemi kapcsolat által kerültem. Egy New Yorki magyar származású kolléganő megkeresett, hogy ő meg szeretné tanulni a GeoGebra programot, ami nagyon sokat segít a gyerekeknek a matematika tanulásában, hogy szemléletesen jobban megértsék a matematikát, és mondták, hogy engem keressen meg, én tudok neki segíteni, és amikor fölkeresett, hát több órát tartottunk, megbeszéltünk sok mindent, és akkor azt mondta, hogy ennek fejében ő meghív engem New Yorkba. És közben kiderült, hogy az ő édesanyja és az én édesapám évfolyamtársak voltak a testnevelési főiskolán, és mind a ketten kaposvári középiskolai tanárok voltak. És aztán később még kiderült még egy kapcsolat, hogy édesanyám a Siketnéma intézetbe tanított, az ő nagypapája pedig előtte, tehát ez nem volt időbeli egybeesés, előtte az igazgatója volt ennek az intézetnek, és a nagymamája is ott tanított. Első alkalommal a lányommal ketten mentünk, két hetet voltunk nála, és akkor nagyon sok helyre eljutottunk, sokat turistáskodtunk, hát főleg Manhattanbe be, hiszen ott rengeteg látnivaló van, azért bőven lefette a két hetet, sőt, még sok minden mást is lehetett volna látni, illetve a Kerekes Juditnak hívják az amerikai kolléganőt, ő neki a konferenciáján is segítettem, és részt vettünk, és hát most második alkalommal pedig egy művészházaspárral együtt mentünk ki, akikkel szintén egy közös projektbe vagyunk. Brunswickban egy nagyon nagy magyar közösség van. Ez egy olyan konferencia volt, ami az ottani magyaroknak szólt, de gyakorlatilag már angol nyelven kell tartani, mivel azt jobban értik az angolt, illetve a szakmai nyelv az már talán jobban megy angolul. És az egyetemen pedig a New York, a City University of New Yorknak a Staten Island-i campuszán, ott pedig kifejezetten angol nyelven tanuló hallgatóknak tartottunk. Szemléltetésen keresztül próbáljuk a matematikát, igen, olyan játékok, amik ilyen kirakó játékok, különböző eszközökkel, nagyon-nagyon sok mindenre rá lehet őket vezetni könnyebben. Igen, én nagyon sokat foglalkozom a matematika és művészet kapcsolatával, volt kurzusom is a Kaposvári Egyetemen. Általában New Yorkról is fogok beszélni, és utána egy kicsit ezekről a személyes dolgokról is, a konferenciákkal kapcsolatos dolgokról is beszélnék, de főleg New Yorkról. Méretek, azok valami hihetetlen, hogy ott minden olyan nagy, minden olyan messze van. Mikor megkérdeztem, hogy milyen messze van, akkor arra azt mondták, hogy fél óra gyalog. Kérdeztem én is, hogy kinevettek, hogy itt gyalog nincs semmi elérhető közelség, mert mindenhova autóval kell menni. És még nagyon érdekes volt az a ráismerés, mert szerintem mindenki látott már sok amerikai filmet, és amikor megyek az utcán, akkor ráismerek, hogy hoppá, hát ez a szó, ez honnan is ismerem? Meg ez a bejárat, ez melyik filmben volt pont ilyen? Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, és hát nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, ami nagyon érdekes volt és tetszett. Ami nekem különösen fontos volt,
volt, az a, hogy eljussak a matematikai múzeumba. A kolléganő fog még szeptemberben jönni, mert most lesz neki az egyéves szabatikál év, amikor feltöltődéssel, konferenciára járással töltheti az időt, és akkor el fog jönni, és akkor tervezünk még közös munkát, és hát lehet, hogy abból még kialakul egy látogatás. A harmadik éve tartó előadássorozat is 2 hónapos szünet után szeptemberben folytatódik minden hónap 3. péntekén a Dombovári Művelődési Házban. 16. alkalommal rendezték meg június 14-15-e között a bulgáriai Plovdivban egy evezős pályán a sporthorgász világbajnokságot. Pap József a dobogó legfelső fokára állhatott fel, vele beszélgettünk. Összesen 50 Mannschaft mérte össze tudását, ahol a dombovári sporthorgász egyéni teljesítménye alapján a magyar csapat tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Kisiskolás voltam, ilyen első-másodikas lehettem, amikor apámmal, anyámmal és húgommal elmentünk a Kaposra horgászni, és apám horgászott, és miután semmit nem fogtunk, ezért az összes kukacot eldobta a vízbe, és azt mondta, hogy egyék meg alak nyugodtan, és többet soha nem jött el horgászni, még velem se jött el horgászni. Soha többet. Hazamentünk, és én rajtam megmaradt, hogy igazából mi, hogy a víz szeretete, a természet szeretete, ezt nem tudom megmondani, tehát a horgászat szeretete az igazából akkor nem maradhatott meg, mert nem fogtunk halat. Tehát egy kudarc volt, de valami megmaradt bennem, és utána én elkezdtem szépen a vízpartokat járkálni. Az idén rendezték Bulgáriában, Plovdivban egy evezős pályán az édesvízi horgászbajnokságot, az úszós horgász bajnokság, világbajnokságot. Egy ilyen versenyre való felkészülés az folyamatos. Tehát nem lehet ezt 10 perc alatt felkészülni egy ilyen versenyre, tehát az évek hosszú munkája. Mindig gyakorolni kell, mindig toppon kell lenni, és ahhoz, hogy erre versenyre hogy tudtam felkészülni konkrétan már, ugye azért a kezemben vannak a horgászfogások, és miután kiderült, hogy Bulgáriában lesz a verseny, az időpontja is letisztázódott, a szövetségi kapitánnyal kiutaztunk ketten Bulgáriába, mert ezen a pályán rendeztek egy horgászversenyt, a bulgár horgászoknak a válogató versenyét, amely versenyből aztán kikerült a bulgár csapat, akik részt vettek a világbajnokságon. Tehát ezt mi megnéztük, ott már szereztünk róla információkat, tapasztalatokat, láttuk, hogy mit horgásznak, milyen halak vannak, mennyit fognak, illetve hát korábban voltak ott már versenyek, világversenyek, azokat az információkat is összeszedtük a hazai versenyzőinktől, és ezeknek a birtokában aztán hazajöttünk, ezeket megosztottuk a csapattársakkal, és már így utaztunk ki, hogy nagyjából tudtuk azt, hogy mire számíthatunk majd, mennyi halra, milyen halakra. Ennek megfelelően készültünk össze, tehát felszerelésben, horgászbotokban, zsinorokban, horgokban, etetőanyagban, aztán a csali anyagot, hogy milyen csalikat fogunk majd használni, azt mondjuk kint szereztük be, de tudtuk, hogy mi az, ami nekünk kell. És ahol kiutaztunk a világbajnokságra így vasárnap este, ott találkozott a csapat, és akkor hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön voltak a tréningnapok. Ekkor lehet összeállítani az pontos taktikát, a technikát, taktikát, hogy a halakat hogy lehet megfogni. Tulajdonképpen ez a lényege. És ez egy csapatmunka. Tehát itt nem csak én dolgoztam ezért a trófeáért, hanem az egész csapat. Mert azért megosztottuk, minden este megosztottuk egymás között az információkat, sőt, még tréning közben is megosztottuk az információkat. És mikor ez így összeállt ez a dolog tulajdonképpen csütörtökre már, mikor a kötelező tréning volt, akkor már éreztem azt, hogy nekem ez a pálya feküdni fog, és ezt a horgászmódszert én jól fogom tudni csinálni. És akkor csütörtök este volt a sorsolás, amikor kisorsolták a szektorokat. Én nem szerettem volna az A-szektorba kerülni, ez minden vágyam volt elkerülni az A-szektort, mert az A-szektor egy szélső szektor, és az ilyen versenyen a szélső helyek azok mindig erősek. Tehát egy szélső szektort úgy jó húzni, hogy az ember a szélére kerül, vagy nagyon a szélek közelébe. Ha belülre kerül, akkor gyakorlatilag csak valami középső utáni helyet horgászott. Na most jött a reggeli helysorsolás, és nekem kiúzták a szélső helyet, az abszolút szélsőt, az A1-est. Tehát ettől jobbat nem lehetett volna húzni, de egyébként ez is egy elég kellemetlen dolog, még az A1-es is, mert ez meg egy nagy felelősséget tesz az embernek a vállára. Mert hogyha meghorgászza az A1-et jól, akkor azt mondják, hogy igen, ez természetes, mert ezt meg kellett horgászni.
Ha meg nem tudja meghorgászni, mert valami közben, akkor meg világ vége van, mert azt sem tudod meghorgászni, akkor mi a francnak ültél oda. Tehát ez egy nagyon nagy felelősség, úgyhogy ilyen, hogy mondjam, ilyen nagy teherrel ültem le, annak ellenére, hogy nagyon örültem az A1-nek, de rajtam volt tényleg egy ilyen nagy teher, hogy azt meg kell horgászni. Itt az A1-nek volt egy olyan huncutságban végül is, hogy a ilyen nagyon apró halak az etetésre odálltak legrőször, ugye tőlem balra senki nem horgászott, tehát az összes ilyen apró vacak odajött hozzám és elleptek. És így a mellettem levőnek nyílt egy nagyobb lehetősége, a nagyobb halakra. Ő meg is nyerte ezt a fordulót. Én a kettest tudtam meghorgászni erről a helyről. A csapat taktika az tulajdonképpen arra épült, hogy jellemzően meccsboton lehet halakat fogni. Ez azt jelenti, hogy távol a parttól, tehát én 30 méteres távolságról beszélek, tehát ott lehet viszonylag normálisan halat fogni. A kinti táv, a rakósbotos táv, ez 11,5 métert jelent. Ez vagy ad halat, vagy nem ad halat. Tehát ez ilyen vagylagos volt. És én mikor beültem az A1-es helyre, akkor azt beszéltük meg a kapitánnyal, hogy a rakósbotot jól megetetem, mert a szélén nem igaz, hogy nem jön rajta hal. Aztán, hogyha az nem működik, akkor bemegyek meccsbotra, tehát a benti horgászatra. Na most ez úgy nézett ki, hogy az előbb mondtam, hogy elleptek az apró vackok, és egy darabig nem is fogtam rendesebb halat. Mellettem a szomszéd már két pontnál járt, két amúrnál, meg egy pontnál, ez az igaz, ez a pontos. Amikor nekem végül is jött egy ponty, egy közel 3 kilós ponty, amit rakosbotta meg tudtam fogni, és ezzel tulajdonképpen akkor átvettem a szektorba a vezetést, és ez az utolsó óráig még a többi halal együtt ezt a szektort én vezettem is. Úgyhogy ezt a taktikát követtem, tehát az elején megetettem a rakósbotot is, a meccsbotra belőttem ezt a rengeteget, és utána a rakósboton kezdtem, ahogy mondtam, és fogtam pontyot, aztán nem jött több hal, és akkor vissza bementem meccsbotra, és akkor onnét kezdtem fogni kárászokat, és én a verseny végéig tulajdonképpen egyszer jöttem még vissza rakósbotra, egy 15 perccel körülbelül, hogy igazoljam azt, hogy tényleg nincs rajt hal. Aztán utána visszamentem, és én meccsboton horgáztam végig ezt a fordulót. Egy csúszó-úszós szereléssel, a csapatban 4-en voltunk, és mindenki mögött volt egy segítő, telefonnal, tehát mentek az információk a háttéremberek és a kapitány között, hogy hol, mivel fognak halat, mire kell váltani, és akkor jött a kapitány, és akkor mondta, hogy figyelj, most ott ezzel fogják halat, próbálj meg, állj rá, hát ha működik. Úgyhogy az első forduló így zajlott le, fölálltam egy kettessel, akkor már éreztem, hogy egy kettessel már összejött egy dobogó. Tehát az ember horgászik egy kettes, ugye az két pont, jellemzően nagyon ritka az a verseny, ahol kettő ponttal nyernek egy nem csak világbajnokságot, hanem akár egy hazai bajnokságot is. Tehát az tényleg egy ritka verseny. Aztán jött a kapitány, és hogy Józsi, akkor te vagy a világbajnok. Aztán elment a kapitány, aztán jött vissza, hogy van egy kis probléma, mert a horvát horgásznak is 3 pontja van. Úgy mondom, Szabolcs, akkor biztos, hogy ráfáztam már. Akkor biztos, hogy nyeri meg. Azt mondja, de van egy jó hírem is, hogy neked 70 dekával több halad van. A hazai válogatott csapatban bronzérmet szerzett a viadalon. Elkezdődött a nyár, ezzel a nyári táborok időszakába érkeztünk. Minden korosztály talál érdeklődésének megfelelőt, hiszen igen széles spektrumú a kínálat Dombóváron. A Szent János Bogár táborba látogatott el stábunk. Dombóváron a színházteremben a fiatalok a tábor ideje alatt megélt élményeiket foglalták össze egy-egy rövid előadás formájában egymásnak, illetve azoknak a helyieknek, akik eljöttek a művelődési házba. Alapvetően egy témafüzettel jövünk, a kicsik külön, a kamaszok másik témával dolgoznak, délelőtt blokkoznak, leginkább ez beszélgetést, kisebb játékokat jelent, délután pedig különböző szabadidős programokkal készültünk nekik, akár helyismereti nappal, akár sorversenyekkel, akár egy délutáni akadályversennyel, a tó körül, különböző programok. A színház teremben most történtek az úgynevezett tábori életképek, ezek lényegében a tábort összefoglaló kis előadások. Maga a közösség az már 30 plusz éves tudtommal, hogy ilyen táborok mióta vannak, azért ez már a 20-sokadik szerintem, és párhuzamosan más településeken is zajlik most is jelenleg tábor. Bellus Bencét a több évtizeden működő közösség Szent János Bogár táborának céljáról kérdeztük. A célja alapvetően a gyerekeknél egy közösség kialakítása, a vallásnak és a hitnek az elmélyítése,
és mindennek az egésznek egy közösségben való megélése és egy lelki és személyi fejlődés. A visszajelzések alapvetően elég pozitívak szoktak lenni, a gyerekek abszolút nagy élményekkel mennek el innen. Nagyon sokszor azt a visszajelzést kapjuk, hogy nagyon komoly hiányérzetük van, amikor hazaérnek, kicsit mondhatni letargiába esnek, mert nagyon impulzív héten vannak túl, és utána visszacsöppennek a hétköznapba, és hiányzik nekik ez az egész, nagyon jó barátságok kötődnek. És hát talán a legjobban az mutatja, hogy mennyire jó ez az egész, hogy nagyon sok résztvevőnk van, aki azért többedik alkalommal jött el a táborainkba, úgyhogy reméljük, hogy akik most először voltak, azokat jövőre újra látjuk. Ezek a táborok, ezek a gyerek és kamasz táborok, ezek 10 éves kortól egészen 16-17 éves korosztályig szólnak, de 2 hét múlva megszervezésre kerülnek az ifi táborok, ebből is 2 lesz, és azok pedig a felsőbb korosztálynak 17-től egészen 21-22 éves korosztályig. A Szent János Bogár lelki napok, hát a lelki napok azok alapvetően azért lelki nap, mert nem egy mezei tábor, hanem inkább tényleg nagyon nagy lelkiség van benne. A Szent János Bogár, az pedig hát 2 dologból, Szent János a védőszent, a Szent János Bogár pedig azért egy nagyon érdekes állat, mert a sötétségben egy kis fényt tud hozni, egy kis utat tud mutatni az embernek, ahogy világít. Hát a tábortűz az igen erősen az egyik lezáró momentuma, a holnapi nap még azért ténylegesen megtörténik a lezárás egy lezáró misével, aminek nagyon nagy jelentősége van, de a tábortűz az valóban nagyon fontos része a táborunknak, azért ott történik meg ténylegesen az, hogy a tábor az abszolút már nem csak kis csapatokból áll, hanem összeáll egy nagy csapattá, és ott tudják a gyerekek ténylegesen megélni azt, hogy egy tábor ez az egész tábor, és nem pedig külön kis csapatok. Számomra nagyon nagy élmény volt azt látni, hogy a gyerekek a helyismereti napon mennyire élvezték, és mennyire találó volt számukra azok a programok, amiket sikerült nekik megszervezni. Ez nyilván köszönhető a helyi adottságoknak és a helyi embereknek is, akik megfelelően elő tudták nekünk adni, úgyhogy a gyerekek abszolút tudták élvezni ezeket a programokat. Dombóvárról Gunaras felé vettük az irányt, ahol egy olyan társaságot látogattunk meg, akik különböző gyöngyfőzési technikákkal foglalkoztak egy héten keresztül. Ezek a táborok mindig egy hetet ölelnek föl, vagy hát egy-egy tematikát ölelnek föl. Ezért nem egy-két naposak, hanem mindig inkább több napos, és mindig törekszünk rá, hogy mindig több napos legyen, mert hogy a hétfőtől ugye egészen szombat délutánig vagyunk egy-egy táborban, ez azért legyen 5-6 nap, ami a munkával telik. Persze nem csak effektíven a gyöngyfűzés van benne, mert van mindig egy kis elmélet, tehát nem a gyöngy történelme, inkább a technikáknak a története, vagy a néprajzi háttere, hogy honnét ered az a fajta gyöngy, amit éppen készítünk, mert azért több tájegységet, vagy több országot felül elő egy-egy ilyen tábor, vagy egy-egy ilyen szakmai dolog. Ebben a táborban ugye népi és modern gyöngy ékszer készítő tábor ez, amilyen vagyunk. A fő profil az 2 nagyobb tájegység, az egyik az egy dél-amerikai szaragúró népcsoportra alapuló gyöngyékszerek, és a másik pedig az ukrán gyöngyök. És a harmadik pedig ugye a modern gyöngy, ami az a világ méretű, vagy hogy mondjam, de ott az mindenhol ugyanolyan. Hogy modern gyöngyökből készülnek karkötők, medálok, fülbevalók most éppen majd. Népi ékszereknél azért mindenképpen sokkal szigorúbb ez a dolog, mert hogy lehet aztán később változtatni rajta, de inkább a hagyományos technikákat és a hagyományos népi ékszereket oktatom, és aztán utána, amikor már megtanulták ezeknek a népcsoportnak az alapfűzését, vagy az alap gallérformáit, vagy egyebeket, akkor utána már lehet ezen variálni is, de még színekbe is próbálunk meg hasonlókat, mint amilyenek voltak az eredetiek. 10 éve tartok táborokat, és ez a 35. táborom, ez most egy ünnepi alkalom lesz majd itt nálunk, tehát 10 év alatt annyi tábor tartottam, tehát nem az első, és a résztvevők között is nagyon sok van, aki ugyanúgy a 10 év óta jár az én
táboraimba. A tábor utolsó időszakát, tehát az utolsó nap estén általában, de ez nem csak erre a táborra vonatkozik, ez minden tábor alkalmával így történik. Tehát, hogy megvan, hogy mi a tematikánk, amit egy-egy tábor alatt tanulunk, aztán az utolsó este, amikor már nagyjából kész van minden egyes tanulandó anyagunk, akkor készítünk egy nagy kiterítést, aminek egy részét ugye látni most itt is az asztalon, amikor minden elkészült termék kikerül egy asztalra, le tudjuk fotózni, külön-külön mindenkinek lehet hozzá véleménye, megjegyzése, aztán megbeszéljük utána mindig, hogy mi volt abban a táborban az, ami esetleg pluszt adott valakinek, mi az, amit szeretne még tanulni a következőkbe. Tehát mindig van egy ilyen előretekintés. És általában minden tábor végén, most meg pláne, hogy ünnepi lesz egy kis ünneplés is, igazi ünneplés, amikor van alkalom, akkor persze megtartjuk ezt is. Tehát nem igazán csak arról szól egy-egy ilyen tábor, hogy csak dolgozunk, azért néha van egy kis lazítás is. A szintén népi iparművész is szeret újdonságokat tanulni alkotótársaitól. A gyöngyfűzéssel most már másfél-két évtizede körülbelül, a gyöngykötés az valamivel rövidebb ideje. Hát ebben a táborban két tűs technikát tanulunk, ami viszonylag szokatlan a magyar gyöngyfűzés, vagy gyöngyfűzéssel foglalkozók körében. Itt ez a fő téma most. Nagyon érdekes a technika, picit szokatlan nekünk, de érdemes megtanulni mindenképpen, mert akár a kézügyességet is javítja, akár a memóriát is javítja, úgyhogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen. Most fűzött gyöngyök alkalmazkodva ahhoz a színvilághoz, ahonnan származik a technika, nagyon színesek. Ez picit könnyíti is a munkát, meg picit nehezíti is a munkánkat, de nagyon élvezzük mindannyian. Egyszer láttam az interneten gyöngyfüzést, és kutakodtam utána, és rátaláltam Pálné Osvald Éva táborára, és felvettem Évával a kapcsolatot, és eljöttem az első táborba, és itt ragadtam. A közösség egyetlen férfi tagja a népi gyöngyöket szereti készíteni, mint például a sárközi vagy az ukrán a kedvence. Szerintem nagyobb kihívás, mint egy modern ékszer elkészítése, és én szeretem a kihívásokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!